voltak itt nemrég Andris szülei, és nagyon-nagyon sok voltak, hoztak nekünk egy csomóféle kaját, és az apukája mondta, hogy vegyenek nekem egy kókuszdiót, mert kikinek biztos, hogy lesz egy videóban, úgyhogy köszönöm az ötletet, most csinálok egy kókuszdiós videót. Kókuszdióval már van egy olyan sztorim, hogy még amikor az előtti helyemmel laktam, akkor a harmadik emeleten voltam, és vettem magamnak egy kókuszdiót, hogy na, én ezt most valahogy kibontom. Persze már akkor is néztem ilyen mindenféle praktikákat, lehetem, hogy kell ezt csinálni, mint a gránátalmát, és hogy érdemes megpucolni, stb. Stb. Van ezerféle YouTube videó, majd minden. És akkor megtaláltam, hogy ha beteszik a fagyasztóba, akkor talán könnyebb szétverni. Úgyhogy én lefagyasztottam, és elkezdtem a harmadikon a földhöz vágni. De nem tört össze. Utána elkezdtem bele szúrni egy kést, mert ezeket a lyukat kell vele kiszúrogatni, és szerintem bele is törtem egy kést, úgyhogy volt már egy ilyen kalandos kis sztorim vele, utána valahogy sikerült szétszednem, de a kókuszdió romlott volt, vagy már nem tudom, nem is volt benne folyadék, és nem is lehetett megenni, úgyhogy az egy ilyen elég fel volt, viszont ebben most így lehet hallani, hogy mozog a kókuszli, meg ezek a kis három pont itt. Elvileg ezeket kell, lehet megnézni, mennyire friss a kókusz, meg hogy mennyire jó. És szerintem ebben most így pont amúgy bele is lehet már szúrni valamit, úgyhogy fogtam egy ilyen boros tucat, és most ezzel megpróbálom kiszúrni, bár úgy látom, hogy nem is lesz nehéz dolgom, mert ez bár most kiszúrodott. És megpróbálom bele kifejni a kókuszét. Na, annyira még nem volt egyszerű. Úgyhogy éreztem, hogy sőt, már ilyen is kibelőle itt a kókusz. Látjátok azt a kis fehéret? Az már ott kókusz. De azért nem jön. De akkor mit érzek? Az illatát is értem. Látjátok ezt? Sikerült egy evőkanálnyi kókuszlét kiszednem. Nem sem. Valamint kókuszvizet, tudom, hogy ezt így hívják. Nem mondom, hogy elolta a szomjúságunkat, azért is annyira jó, de lényeg az, hogy azt láttam videóban, hogy elvileg utána el kell kezdeni így valahogy ütögetni egy ilyen, vagy bátrak kéne, hát ez nekem nincsen, úgyhogy majd egy ilyen késsel fogom ütögetni. Úgyhogy pont látszik is, hogy van egy ilyen törésvonal, úgyhogy abban reménykedek, hogy azt ott meg tudom ütögetni, és akkor majd valahogy sikerül, hogyha nem. Akkor eljátszom újra a földhöz vágult itt, de lehet, hogy előtte lemegyek az utcára, és nem itt a 8-on kezdem el a szomszédot agyonütni. De most megpróbálom ezt így valahogy. Ez könnyebben menni, gondoltam. Voilà! Jól is folyik belőle a kókuszvíz. Pisil a kókuszom. Viszont az a rossz hírem van, hogy ez a kókusz is penészes. Én nem tudom, hogy mi van ezekkel a kókuszokkal, de ezek esküszöm nem szeretnek engem. De most már úgy érzem, hogy kihívás elfogadva, és menni fogok magamnak is egy kókuszt, és addig fogom csinálni, amíg nem sikerül egy normális kókuszt találnom, amit meg is lehet enni. És ami nem penészes. Na mindegy, azért köszönöm Andris apukájának a tippet, mert ez tényleg egy jó videó téma volt, hát én megpróbáltam, ma nem fogok kókuszt enni, de egyszer megcsinálom. Sziasztok! Új napra virattunk, most itt van nálam Fanni, a változatosság kedvéért mostanában szinte minden videómban szerepel. Éppen egy jó kis terülyasztalkán most teljes reggelit tartunk videónézés közben, csináltunk magunknak ilyen nagyon szív zabkásságot. Tojásfehérje is zabkása, egy halom gyümölcs, van ott magyaróvaj, ott pedig répatorta, meg narancslé, meg minden.
utána pedig átmegyünk a Csilibe edzeni, és szerintem Fannit meggyőzünk, hogy videózunk is egy picit. Úgyhogy lesz edzés is a videóban, ha minden jól megy. Biceps és triceps lesz, és mivel mindketten nagyon szeretjük elugni a hasat, ezért amikor együtt vagyunk, mindig ráveszik egymást, úgyhogy a végén még legyünk pár hasgyakorlatot is, meg azt amúgy is ritkán mutatok így a csatornán, úgyhogy legalább most láthatok ilyet is majd a végén. Gyakorlatként dolgozkodunk, amit én megpróbáltam ilyen segítség nélkül csinálni, hát így azért meglátszik, hogy nagyon-nagyon erős nem vagyok, de tudtam ilyen 5-6 ismétléseket csinálni saját testsúlya. Úgyhogy ezt általában mindig az edzés elejére teszem be, mert a végén már tudtam nem erről megcsinálni, viszont így még frissen is és teli erővel megpróbálok minél jobban fejleszteni ezt és minél több ismétlést megcsinálni lehetőleg szabályosan. Ennél az egykezes váltott karú biceps gyakorlatnál különösen fontos, hogy a gyakorlat végén felül még egy kicsit beforgasd a súlyt, és a gyakorlat csúcsánál megfeszítsd az izmaidat, mert ezáltal kap még inkább szerepet maga a biceps, a középső és az alsó izmai is. A második gyakorlatunk, vagyis az első biceps az egy váltott karú, egykezes súlyos biceps volt, amit egy kicsit nagy súlyt csináltam, mert a 9-es pont nem volt szabad, a 8-as még kicsi lett volna, a 10-es még lehet egy picit sok volt, azért csak 6 ismétléseket csináltam is, és megszenvedtem vele. Utána a harmadik gyakorlatunk jön, az pedig újra egy triceps gyakorlat, amit fejfölött egykezes súlyjal csinálunk, és 13 kilóval indultam. De szerintem 14-essel fogok folytatni az utolsó három perre. Ennél a triceps nyújtásnál a kiinduló pozícióban a felkarunk a fülünk mellett van, mozdulatlanul, az arkat pedig egy félkörűv mentén leengedjük, majd pedig teljes mozgástartományban vissza a fül mellé, anélkül, hogy a csuklón megtörne. Itt egy kalapács biceps gyakorlatot hajtottunk végre, de nem a hagyományos értelemben, hanem kifelé néző kézfejekkel. Amire figyelni kell az, hogy itt is mozdulatlanok a felkarok, a könyökünket a derekunkhoz rögzítjük, és csak az alkar mozog, viszont nagyon vigyázunk arra, hogy ne lendületből dolgozzunk, hanem a biceps erejével. Itt már a végső kifárasztó gyakorlatok következtek. Biszedben csináltunk egy csigás triceps lehúzást, párban egy lórugással, ezáltal a tricepsjeinket teljes mértékben megdolgoztattuk, és az utolsó ismétlések már láthatóan nagyon-nagyon nehezek mentek. Az elején még 10-12-es ismétlésre dolgoztunk, de a legutolsó körben már, ha jól emlékszem, csak 7-8 ismétlés ment mindenből.
ezt a gyakorlatot nincsen jól kezdtem el kivitelezni, mert Fanni közben javított ki, hogy a lórugás közben a felső pozícióban visszaengedve elég bőven csak végszögig visszaengedni a kart, mert ez alatt már úgysem dolgozik a tricepsünk, tehát gyakorlatilag csak egy plusz lendületet adunk neki, ami miatt kevésbé dolgoztatjuk az izmainkat, ezért figyeljetek arra, hogy csak derékszögig engedjétek vissza. A biceps végső kifárasztása miatt 21-ezni kezdtünk, ami annyit jelent, hogy francia rúddal 21 ismétlést csináltunk összesen. Az első hét ismétlésben alulról csak derékszögig emeltem fel az utat, a második hét ismétlésben derékszögtől felfelé emeltem alatt és csak derékszögig engedtem vissza, majd pedig az utolsó hét ismétlésben teljes mozgástartományban dolgoztam, és ez volt egy kör. Ebből csináltunk összesen 4 kört, és itt már nagyon-nagyon megszenvedtünk vele. Tehát lehet látni a videókon is, hogy az utolsó körnek az utolsó ismétléseiben már leginkább egy kis lendületet vittünk, hogy ezt még végre tudjuk hajtani. Az első néhány kör viszont azért még nagyjából szabályosan ment. Totálisan kikészült, hogy ezt, hogy ez így tartom, ezt ne tudjátok meg most milyen erőfeszítésembe kerül. Régen amúgy azt gondoltam, hogy én sokkal jobban szeretek egyedül edzeni, mert akkor tudok magamra koncentrálni, meg senki nem tart vissza, meg ilyenek. De mostanában nagyon rájöttem, hogy ez nem igaz, csak jó partner kell. Szóval, hogyha eljövök Andrissal, vagy eljövök Fannival, vagy akár otthon anyával, bár vele nagyon ritkán szoktam sajnos, akkor ők mind a hárman olyanok, hogy tökre húznak előre, és sokkal többet ki tudok magamból hozni, mint amit egyedül megcsinálnék, mert így egymást hajtjuk előre, és motiváljuk, és jó, az még az utolsó menni fog, és még egyszer, és mit tudom, és meg a végén hasazzunk, úgyhogy nagyon segítség tudani, csak tényleg jó partnert kell szerintem találni, aki nem azt mondja, hogy jó, akkor most már menjünk haza, meg mit tudom én, hanem azt, hogy akkor együtt vagyunk, ezt meg tudjuk csinálni, úgyhogy emiatt nagyon jó, hogyha van valaki, aki tud motiválni. Úgyhogy most még egy utolsó előtti. Nem, már ettől is felkezdem, hogy tartom a kamerát. Úgyhogy még feljöttünk ide a tükröstelembe, és még hasazunk egy kicsit, plánket fogunk csinálni, amit én nagyon-nagyon ritkán szoktam, de most vannak van egy olyan gyakorlat sorra, amit nekik a edzői suliba is kell csinálni, úgyhogy ezt most megmutatjuk, kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy mennyire halunk meg. Egy percig tartjuk, utána. Jobb kéz. 15 másodpercet így, 15 másodpercet meg így. Aztán valószínűleg meghalunk, de még lenne tovább. De hűzzünk a kellene. Na, akkor. Így, de 1, 2, 3. Hát, és ott can you be so silent?
az edzése, totálisan meghaltunk, készen vagyunk, viszont megígérem, hogy megpróbálom nem elfelejteni, és fel fogok sorolni minden egyes gyakorlatot a leírásban, ott lesznek a sorozatszámok, ismétlésszámok, a használt súlyok is, amikre emlékezni fogok, tehát minden benne lesz a mai edzésről, úgyhogy nyugodtan kipróbálhatjátok ti is. Meg fogtok halni a végére, de nagyon jó kis izmokat garantál, ezt így elmondom. Főleg, hogy ilyen szedbe csináljátok, akkor nagyon el fogtok fáradni, de úgy fogjátok érezni, hogy hú, ma megdolgoztunk vele. Ha még a végén hasit is csináltuk, akkor aztán végképp nagyon büszke leszek mindenkire, aki megcsinálja. Szóval ennyi lett volna már a videó. Hogyha az előző 20 napnyi vlogmeszelet nem tettétek volna meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, hogy megjelenek az értesítések a következő videókra, meg hogy nagyon a csatornám, mert nekem ezzel nagyon sokat segítetek. Szóval találkozunk a holnapi vlogmas videóban még mindig. Sziasztok! Most értem még haza a teremből, és igaz, hogy már elköszöntem a videóban, de Vártapostárdán van egy nagyon kedves kis csomag, amit még szerettem volna megmutatni. Kollár Annától kaptam. Méghozzá a könyvét küldenek, ami most jelent meg, vagy most fog még nagyon napokban megjelenni. És hát egyrészt kaptam tőle egy ilyen nagyon kedves kis lapot, amit szerintem szintén ő csinált, és írt is bele nekem csupa jó kívánságot, és hogy mennyi inspirációt adok át az olvasóimnak, és igazi példakép vagyok. Szeretetről ennek Anna, meg ilyesmi dolgot érzve, és nagyon jól esett, úgyhogy köszönöm szépen, ennek komolyan mondom, hogy meghatódtam tőle, hogy ilyen kedves ajándékot küldtél nekem, és a könyvének a címe pedig a Modern Istennők kézikönyve. És imádom már most, így a borítója alapján. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket ír benne. Ugye az előző részben mutattam, hogy Orvesz Nórának olvastam a könyvét most, ami nekem nagyon tetszett. Egyrészt az is, hogy végre újra könyveket olvashatok, másrészt meg a tartalma is, és szerintem hasonló jó tanácsokra számíthatok ebben a könyvben is. Ó, és még ide is írt le Zabkás a királynőnek. Nagyon sok szeretet, a mindig mosolygós Zabkás a királynőnek veled és Anna. Anna, nagyon szépen köszönöm, feladta a napomat, az tuti biztos, és amint elolvastam, beszélni fogok róla. És hogyha úgy gondolom, akkor ajánlani fogom és elmesélem, hogy milyen volt és mit gondolok róla, mert biztos, hogy karácsonyt elolvasom. Köszönöm szépen, Anna, neked is nagyon-nagyon boldog karácsonyt.